Úgyhogy a következő kérdés a hatodik. Miért kezdtél el videózni? A pénzért, csak azért! Csak a... Jaj, meg is jöttem a lenti szintről. Srácok, sziasztok és üdvözlök titeket egy szülinapi videóban. Így van. Ma van az én szülinapom. Ez az állítás így nem igaz. Amikor ti ezt a videót látjátok, van a szülinapom, mert mint itt látni, Elsője van, július elsője van, de én ugye éppen el vagyok utazva, amikor ezt a videót te nézed, hogyha a napján nézed itt július 9-én, tehát akkor helyesbitek. Az én napom július 9-én van, ezt a videót ti először akkor látjátok, de hogyha követtek Instagramon, ha még nem teszitek, kövessétek, akkor láthatjátok, hogy mi nem Magyarországon vagyunk, én nem itt vagyok a stúdióba, csak gondoskodtam arról, hogy nektek minden egyes nap ugyanúgy 6 órakor, 18 kor legyen valami videó. Ugye hadarom mindig ezt a 18 át Szóval, előre nem fogok magamnak itt boldog születésnapot kívánni, mert én babonás vagyok, és előre sose köszöntünk fel senkit, hanem arra gondoltam, hogy nézzük meg, hogy a nézőim mennyire ismernek engem. Ugye minden egyes nap készítek nektek videókat 6 órakor, és hát abban sok-sok információt megosztok veletek, és aki figyelmes, aki szemfüles, az kiszűrhet ezekből egy-kettő dolgot. Miért nem megy ez a lámpa? Hey Siri, turn on the office lights. Ah, már is sokkal jobb, igaz? Szóval, miről beszéltem? Na mindegy, az a lényeg, hogy aki figyelmes, az, ö, az biztos sok-sok mindent tud rólam. Na, úgy döntöttem, hogy Instagramra felteszek nektek pár quiz kérdést, storyba, ugye, hogy mennyire ismertek engem, és rettenetesen félek itt a válaszoktól, mert hát volt benne nagyon-nagyon egyszerű, és volt benne eléggé nehéz is. Úgyhogy szerintem mindjárt ide is szakom a képernyőt és csekkoljuk is le, hogy a nézőim mennyit tudnak igazából rólam. Szóval, javárják! Így itt itt van, kérdés. ahogy ma az InstaSolit itt látjátok mellettem, 5 órával ezelőtt raktam fel nektek pár darab kérdést, úgyhogy nézzük is, hogy mik voltak azok. Az első szerintem nagyon-nagyon egyszerű, melyik hónapban születtem, és mint micsoda? 1086-an azt gondoltátok, hogy januárba. Mikor ejtettem én ki a számon, hogy én januárban születtem, srácok? Szerintem én sose. Sose mondtam ilyet, hogy januárban születtem. Így van, a helyes válasz, ahogy a többség hála az égnek válaszolt, 1240 ember, Öm, júliusban születtem. Július 9-én születtem. Amikor nézed, akkor van a szülinapom. Így van és még augusztus is tippelték az emberek. Érdekes, érdekes. Ugye a sztori csak 5 órája van fenn, így a 4 4000 5000 ember láthatta, de amúgy itt látjátok is a sztorikon hányan látták. Úgyhogy menjünk is tovább, 10 plusz 1 kérdés van, ott nézzük meg, hogy mennyire ismertek. A következő kérdés nem más, mint hogy melyik városban lakom. Na hát ez egy nagyon-nagyon sokatok által kérdezett dolog, de nagyon-nagyon sokszor el is mondom, ugye a választás lehetőségek Szeged, Budapest, Eger és Miskolc, és mint látjátok ismételten, ott van, ott van a, mondjuk nem igaz, mert majdnem duplája a Budapestnek a, a Miskolc, igen a Budapest a Miskolcnak. Miskolca helyes válasz, mint látjátok, és nagy része az embereknek el is találta, 1755 válasz jött arra, hogy Miskolcon születtem, és ott is lakom a mai napig, most is. Így van. Nem Pesten, nem is Szegeden, a Szegedet azért írtam bele, mert múltkor közölték, hogy te Szegeden laksz, nem Szegeden lakom. Következő, hova jártam egyetemre? Innentől kezdve nem mutatom a helyes megoldást, esetleg, hogy neked nincs instád, akkor most tudod velem játszani, a fejedben vagy a komment szekcióban majd írd össze, hogy hány pontod lett. Harmadik kérdés, hova jártam egyetemre? Svájc, London, Amerika, azaz USA, vagy Budapestre jártam, ugye írtam ugye országot is, meg várost is. A helyes válasz nem más, mint... London! Na nézzük, hogyan találták el. Hát ezt nagy részt mindenki eltalálta. 2000 608 válasz érkezett arra, hogy Londonba jártam, hogy én ott is kezdtem el a videózást. Tehát aki azóta néz, az tudja. Ki az, aki azóta néz? Ezeket fel a komment szekcióba. Én ott kezdtem el a videózást, és ott is tanultam egyetemen. Következő kérdés. Melyik az egyik kedvenc ruha és kiegészítő márkám? Igazából aki Instagramon követ, meg sok-sok régi, meg akár mostani YouTube videómat is láthatta, vagy látta, az rájöhetett, mert szinte a mörcsön kívül 99%-ban annak a márkának a ruháit hordom, ami nem más, mint a, vagy a Nike, vagy a Hollister, vagy az Adidas, vagy a Karl Lagerfeld, Hát ez nem más, mint a Hollister. Srácok, aki sokat követi a csatornát, az észrevett, hogy általában a mörcsön kívül, ami ha neked nincs linkek a leírásba, Hollister ruhákat hordok. Nagyon-nagyon régóta az az én egyik kedvenc ruha és kiegészítő márkám, imádom minden terméküket. Szóval a Viszont ezt nem találta a nagy többsége, ahogy nézem. Nike? Mikor mondtam én valaha, hogy én a Nike-t szobban szeretem, mint a Hollister? Egyáltalán mikor mondtam valaha Valamit a ruhamárkáimról. Sose szoktam a ruhamárkákról beszélni, mert egyáltalán nem fontosak, hogy kin milyen ruha van, nem a ruha teszi az embert, hanem az ember teszi a ruhát magára fel, szóval viccet félretéve, a Hollister itt a harmadik helyen jön. Pedig, pedig ha megfigyelitek, hát most nem mutatom meg, a nadrágom most is az rajtam, tehát én szinte mindig a mörcsön kívül Hollister cuccokba járok. Ez a harmadik választás, érdekes. Na látjátok, most valami újat is tanulhattatok rólam. A következő, az ötödik, nem más, mint hogy hány órakor töltök fel videókat minden nap. Ezt a kérdést azért tettem be, mert hihetetlen, hogy ennyi év után sem tudja mindenki, hogy mikor teszek fel minden nap. Sokszor szokták én, ó, végre új videó. Minden nap van videó. Attól, hogy nem küld értesítést a Youtube, attól én csinálok neked videót. Gyere fel a csatornára és nézd meg mindig. Hány órakor? Jaj, jaj, jaj. 18.00, és hála az ének a nagy többség, thank God, eltalálta 2668 ember a 3900-ból, eltalálta, a többiek nem tudom mit csináltak, 14.00? Miért? 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 6 óra! 6 óra! Az a Jánosi Gergő Jágerei rajongóinak a óra! A óra! Milyen szépen megmondtam. 18.00 minden nap. Úgyhogy a következő kérdés a hatodik. Miért kezdtél el videózni? A pénzért csak azért! Csak a pénzért videózzal! Vagy a hírnévér azért, hogy híres legyél. Hmm. Vagy azért, hogy a családomnak csináljak videókat Londonból, mit csinálok nap, mi nap, amíg az egyetemre járok. Vagy a csajok miatt azért, hogy annyi csajom legyen, hogy meg se tudjam őket számolni, mert akkor vagy menő, a sok csajod van. Ez egyáltalán nem igaz. Vajon miért kezdtem el videózni? Hát azért, hogy megmutathassam a családomnak, hogy mit csinálok nap mi nap Londonban. Mert amikor kiköltöztem, unalmas volt. Unalmas volt egyedül úgy, hogy elkezdtem videózni. Napi videókat csináltam arról, hogy mit csinálok, egyetemre megyek, vásárolok, stb. stb. És öm, elkezdték nézni. Elkezdték nézni az együnk sorozatot az emberek, elkezdtek megkedvelni, és így jött az, hogy én a mai napig videózom, mert imádom és úgy látszik, hogy ezt a nagy többség hála az ének eltalálta, de volt, aki 115 ember egy a pénzért. Srácok? Ti itt, akik most itt a saját neveteket láttátok, gratulálok nektek. Borzalmasak vagytok, meg kell, hogy mondjam. Soha! Egyszerűen az a videós, aki szereti csinálni, az nem a pénzért csinálja. Természetesen mi is pénzből élünk, nekünk is azt kell, hogy meg tudjuk venni a kaját, nekünk sem adják ingyen, de nem azért csináljuk. De hála az égnek, a nagy része a rajongóimnak nagyon-nagyon-nagyon jó fej és hogy ez a pacsi nektek jár most, aki eltalálta ezeket, meg aki esetleg most játszik velünk is éppen eltalálja. Úgyhogy szerintem haladjunk is. A csajokat nem is értem. Mindegy. Hetedik. Hetedik kérdés. Na, a csajokról van itt szó. A barátnőm keresztneve? Juli? Kinga? Erzsi? Vagy Karcsi? Karcsi? Hű, mi van, ha Karcsi? <kül> Fejezzük be. Mi van, ha Karcsi a barátnőm? Na, nagyon remélem, hogy ezt sokan tudjátok. Hála az égnek, szerintem ez a legjobb barány idáig. 3900 emberből 2900 eltalálta, hogy Kinga! Kinga! Nem hal. Biztos lent van. Szóval, hála az égnek, ezt nagyrészt mindenki tudta, hogy nem Karcsinak hívják a barátnőmet, ki szerint hívják Karcsinak a barátnőmet. Rosszul gondolod. Úgyhogy jön is a nyolcadik kérdés, ami szerepeltek-e már a kutyáim e a videóimba? Kutyák? Igen vagy nem? Szintén régi nézők szólok, meg azok, akikkel esetleg találkoztam élőben is megkérdezték. Vannak-e kutyáim? Igen. És szerepeltek-e már ők a videóba? Igen! Így van, ha jól tudom, több videóban is szerepeltek. Vlogok elején szoktak szerepelni, vagy szerepeltek, meg volt is velük egy külön videó. Egy egész külön videó. Csekkoljátok le a csatornát. Még egyszer mondom, napi videók vannak minden egyes nap hatkor. Itt rengeteg, rengeteg királyságos videó van. Azt akarom nézni, hogy nagy részt ezt is eltaláltátok. De volt, aki megkérdezte a második legtöbb az, hogy kutyák. Milyen kutyák? Vannak neked kutyát? Kilencedik kérdés, milyen vágó programban vágok? Na, ez egy nehéz kérdés, azért nehéz, mert erről nem szoktam beszélni. Viszont volt majd élőadásokban megkérdezték, eseményeken megkérdezték, kommentben megkérdezték is válaszoltam, és a, ezt csak a nagyon szemfülesek találták el, úgyhogy kíváncsi vagyok. Te most éppen mit gondolsz? Fogadjunk, hogy a nagy része a Sony Vegasra tippelt az ára. Mondtam, egyértelmű. Sony Vegasra, aztán a második helyen a Final Cut, mert azzal is vágok, Final Cut Pro-val vágok. Wow, nem gondoltam volna, hogy ez lesz a másik. Nagyon sokan figyeltek, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon jó esik, hogy ennyire figyeltek. Jött még az Adobe Premiere-re és a Windows Movie Maker-re. Nem, nem azzal vágok, én Final Cut Pro-val vágok, mióta elkezdtem az egészet. Emlékszem, amikor még kicsi voltam és már akkor is csinálgattam és vágogattam videókat, akkor iMovie-val vágtam, ugye az iMovie-nak a nagyobb tesója az a Final Cut és én azzal vágok a mai napig is, imádom. Úgyhogy jöhet is a tizedik, de nem utolsó kérdés, ami mi az én kedvenc számom? Ezek már ilyen easy peasy kérdések voltak, úgyhogy szerintem ezt én fel is lapozom, is. Nem találtátok el, szerintem pedig ezt már rengeteg szeremlegettem. Nyolc. Miért pont a nyolc? Hát a hét, srácok. A hete, hetes, pedig erről szerintem már többször is beszéltem. Van nem az lett az utolsó. <laughs> Négyből a harmadik lett. Visszafele. <laughs> Na jó, érdekes lett, hát akkor most már ezt is tudjuk, hogy a heat. Ó, azt kellett volna, hogy én a sajátjaimat. Na és akkor jött is a plusz egy kérdés. Mit jelent nekem a videózás? Miért csinálom? Ugye volt, aki szerint a pénzért, de mit jelent nekem belülről? Kikapcsolódás szórakozás jelent nekem, kemény munkát, a kenyeremet ezen keresem, vagy utálom, csak a pízért csinálom, csak azért csinálom, hogy pénz, aztán megmutassam az Instagramon a pénzt. Fogadjunk, hogy lesznek olyanok, akik arra mentek. Hát az én csak 38-an az utolsó hely, és igen, nagyon-nagyon sokan eltaláltátok, hogy én a kikapcsolódásért, a, bocsánat, kikapcsolódást és szórakozást jelent nekem a videózás. Amellett, hogy ugye én nekem majdnem ez a főállásom. Emellett természetesen van más munkám is, de igazából főállásban nagyrészt én videózom, és azért, mert imádom, hogy ha rossz kedvem van, ha, ha beteg vagyok, ha, 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 ha bármi rossz van, nekem, kikapcsolódás jelent a videózás, és ha nincs rossz, csak jó, akkor segít benne, hogy még jobb kedvem legyen, ott ki tudom magam, ki tudom a gyerekes oldalamat élni, boldog tudok lenni, felelőtlenül tudok szórakozni, ezért is. Köszönöm nektek, hogy itt vagytok velem, és csinálhatom ezt a dolgot, mert nagy részt ezt nektek köszönhetem, hogy nézitek, ahogy én szórakozok magam vagy veletek. Úgyhogy nagy részt elmondhatom, hogy szinte mindent eltaláltak a nézőim, így én nagy részt ismertek engem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, mint szóval itt ebben a meg a is köszöntem, hogy válaszolgattatok ezekre a kérdésekre, és hogy ennyire figyelmesen követitek a csatornámat. Ez volt az én kis születésnapi ajándékom nektek, hogy egy kicsit így öm, szemtől szembe tudtunk itt Instagramon keresztül egy kicsit kvízezni, beszélgetni, stb. stb. Én pedig itt elmeséltem mellé egy kettő sztorit. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, és a mai nap is, hogy itt vagytok velem. Biztosan sokan fogtok írni nekem felköszöntést. Minden egyes embernek köszönöm szépen, aki felköszöntött, és felköszönt, és minden egyes embernek köszönöm szépen, aki megszokta nézni, vagy egyszer, vagy bármikor ránézett, vagy naponta követ vagy csak egyszer nyomott egy lájkot, vagy feliratkozott, hogy itt van velem, ez jelent nekem az egyik legtöbbet az életben. Rengeteg közös élményünk van már így a videózás kapcsán, és rengeteg gyönyörű szép emléket köszönhetek annak, hogy ti itt vagytok velem. Úgyhogy ez a legnagyobb legnagyobb ajándék nekem, hogy itt vagytok velem és néztek engem. Úgyhogy srácok, maradjon ez a jó szokás meg így. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Itt most viccet félretéve nektek. Ti vagytok a legjobbak, ahogy szoktam mondani. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem, és ne felejtjétek el, akkor most már tudjuk mindannyian, minden egyes nap, 10, nem 14 órakor, 18 órakor találkozunk itt, a Jánosi Gergő csatornán, srácok, ti vagytok a legjobbak, találkozunk akkor holnap, és minden egyes nap. Sziasztok!